Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és gyakorlatilag egy nem megszokott reggeli feles érkezik ma reggel. Simon Norbival, Rádió Kovács, Ditke Edittel, neki van négy neve is, tehát ebből sokkal többet fogunk ma reggel tapasztalni. Mikor lesz neki tévé? Rádió TV Kovács Ditke. Már az volt. Neki most szerintem ma reggel minden esélye van. Megyünk edzeni! Visszük Norbit és beavatjuk a sport rejtelmeibe. Kíváncsi vagyok, hogy Krisztián mennyire fogja meghajtani. Behoz egy ilyen, most van olyan piknik kosarat. És most perecet eszik. Perecet eszik. Áll egy helyben, kicsi iskolás oldaltáskájával. Nem. Tehát azt, amit a Krisztián csinál, tehát ő most jelenleg a olyan gépben van, ahol megy, de nem ült sehová. Ezt látom rajta. Elipszis tréner, mondja itt nekem, Dirkesek itt most éppen. Na, én ezt már a reggel folyamán letudtam, tehát ő van lemaradásban, mert ugye én gyalogjárok általában rádióban. Úgyhogy én most jelenleg töltöm magam egy kis szégyűgát, hogy majd bírom a folytatást. Most indítsd el. Nagyon tekerdőd a neki, mert leesik róla. Kettesen vagyunk. Jó, csak szólok. Nagyon elmegy kettesen, bottal. Tudom, az enyém is. Kemény edzésekre meg a ropira általában mindig megszorgazok. Ezt a feleségem csomagolt nekem teát. Jó cukros, mert én édesen szeretem egészségemeket. Kemény dolog az edzés, amúgy, mert nyilván nagyon fárasztó, de az szomorú, hogyha az ember kitartóan csinálja, hosszú távon, akkor mégis megéri. Csak hát ugye komfortossá kell tenni a dolgot. Na, én edzek tovább, jó? És akkor edzek tovább. És most tudom, hova lehetne. Edzek tovább, és akkor innen folytatjuk majd reggel, jó? Csak tényleg nekem most jól nem kell. De hát én már mondtam a srácoknak is, hogy a kardiót ez sokkal hamarabb elkezdtem, mint bárki más, mert én már gyalog érkeztem a rádióból. Itt még egy futógépen egy nem sokat, egy ilyen 89 km-t együtt benne is. Na, milyen volt, hogy tetszett az edzés, Norbi? Bár sok mindent nem csináltál. De nagyon sok mindent csináltam. Mit csináltál? Mesélj el mindenkinek. Megreggeliztem, megteáztam, kicsit megpihentem, tehát a reggeli kardió nekem ezt szokott lenni a műsor előtt általában. És úgy gondolom, hogy nem, az embernek nem kell kizökkennie abból az életvitelből, amiben... Engedj már váltani, légy szíves! Ami alapvetően benne van, de sokkal jobb volt, mint amire számítottam, de amúgy te meg hova mész? Hát egy kanyart elnéztem, mert hogy erre még nem szoktam járkálni, úgyhogy... Igen, nővezett, tehát... Gondoltam, hogy mesélsz, addig én körbejárok. Az amúgy zsákutca. Igen, rájöttem, semmi gond, meg fogunk fordulni. Hát így rohanunk mi az adás. Hogyha nem Ditke vezetne, és nem női sofőr mellett ülnénk, már bent lennénk, na mindegy. A lényeg az, hogy ugye készül a meglepetés. Átadom Krisztiánnak a mikrofont, hiszen annyira tehetséges műsorvezető. Én nagyon jól beszélsz, Noé. Középen is közelről. Köszönjük szépen, Krisztián. De mit keres itt a cipő? Egy minőségi csere van. Kire? Most hát, mondd meg. Sajnos holnaptól nem neked kell jönni. Hát itt ugye a péntekek vonatkozásában beszélgetünk, a Krisztián ugye itt péntekenként nálunk műsorvezető. Én tegnap este beszéltem a Lemettemon, és hát ő már ma reggel most itt van. Ja, értem. Jó, de ha már itt tartunk, hát mi van veled? Figyelj, te maradhatsz akkor jó péntekenként, tehát maradhatsz itt a Retro Rádióban, én viszont akkor bejelentem most hivatalosan, hogy hétfőtől ismételten Fennárom Café. Én ezt a műsorvezető társam a Fennárom Caféban. Nagy bejelentés, hogy én. Jó a Krisztiánnak a hangja és a beszélőkéje? A lányok szerint nagyon jó. A fiúkról én most egyelőre most nem tudok mit mondani, de amúgy igen. Hát nézzél rá. Az old külső mögött egy milyen bársonyos hangot. No, Krisztián, igen, tudjuk, hogy... De az Anetta milyen jó hangja. Igen, jó egyébként a hangja, ugye? Tehát el kéne gondolkodni, jövőre lesz ez vetetjük? Jövőre. Na, pénteki már megvan, most már a hétfőjére. Már aktív. Már aktív. Ja, jó. Annyit mondjuk el a most bekapcsolódó plastikus úrne hallgatók számára, hogy ugye ma reggel összekapcsolódott a reggeli feles műsora. A TV2 Mokka élő adásába szerepeltünk, ahol is hát Krisztián és Anett együtt közösen a jövőt vázolták, ami után azért felvetődik egy-két kérdés itt a mi péntekjeinkkel kapcsolatban, mert itt most a hallgatók azért a kérdőjeleket küldözgetik. Hogy férünk bele a drága idődbe? Nekünk ez fontos, ezt hidd el. Most nem, ugye most meg visszatekerjük az időkerekét, ültünk mi itt együtt, akkor nekem ilyen számokat kellett itt írogatni papírra, meg neked is. Ez már nem ezzel múlik. Én azt gondolom, hogy megszerettem a rádiót, megszerettelek benneteket, tényleg nagyon jó a csapat, nagyon jó a csapat szellem, szerintem brutálisan jól működik minden, amikor itt vagyok. Aztán...